Kedden megnyitotta a kapuit az EFOT, több ezren várakoztak a bejáratnál, hogy minél előbb bejuthassanak az egyetemisták és főiskolások országos turisztikai találkozójára, amit immár 43. alkalommal rendeztek meg. Bár szerdán a nulladik napon nem volt túl meleg az idő, ez nem szegte a fesztiválozók kedvét, bár a buli igazán csak csütörtökön indul be, folyamatosan érkeztek a fiatalok Velencére. A legtöbb fesztiválozót nem zavarja, hogy kevesebb napfény jutott az első két napra, felkészülten érkeztek az EFOT-ra. Az első az abszolút nem fogja befolyásolni nekünk itt az egész táborozási körülményeket. Semmi, jöhet tornádó, szél, ciklon, cunami. Teljesen jó lesz minden. A szervezők több újítással is készültek idén. Nagyobb területen, több helyszínen lehet idén bulizni. Lesz gyerekmegőrző, ahol kézműves foglalkozások és koncertek is lesznek. Sőt, a négylábúakra is vigyáznak szakemberek, amik a gazdik kikapcsolódnak. Maszlavér Gábor fesztiváligazgató elmondta, több mint 100 fellépő várja idén az EFOT-ra érkezőket. Az idei év újdonsága egyrésztről az, hogy egy új applikációval készültünk, amit közösen egyetemistákkal fejlesztettünk egyébként, és nagyon sok új funkció van benne, mint például az ételkereső, vagy a programelmentő és riasztó funkció, tehát hogy lehet riasztásokat kérni arra vonatkozóan, hogy milyen programokat mentettünk el, és hogy hova szeretnénk eljutni, és hát természetesen a fizetési megoldásokban is mindig próbálunk újat nyújtani, és egy olyan innovatív megoldással készültünk a partnerünknek köszönhetően, amely egy ilyen kis karkötő, és egyrésztről könnyen használható, másrésztről pedig, hogyha a rá feltöltött pénzt nem kívánja valaki visszaváltani, akkor egy regisztrációt követően vagy visszautalhatja magának a rajta maradt összeget, vagy pedig bárhol a világon felhasználhatja, ahol elfogadják ezt a kártyatípust. Úgyhogy ez is újdonság, és hát természetesen az is egy hatalmas újdonság, hogy az idén olyan sztárfelépők látogatnak el az EFOT-ra, mint például Jessie J, a Volbeat produkciója, Lost Frequencies vagy John Newman, ami által az idei EFOT a legütősebb programot hozta el az eddigi EFOT-ok történetében. És ugye hallhattuk azt is, hogy családbarát a rendezvény, tehát hogy erre is nagy hangsúlyt fektettetek. Ez miben mutatkozik meg? Egy külön helyszínt biztosítunk a családosan érkezők számára, ahol szakképzett gyermek, hát nem felügyelők, hanem gyermek kell foglalkozó szakemberek várják az ide érkezőket, és ha valaki szeretné egy játszóházban esetleg otthagyni a gyerkőcöt, és közben a párjával elmenni megnézni egy koncertet, arra is nyílik lehetőség, de arra is természetesen, hogy ezen a helyszínen például közösen, családostul akár megnézzenek egy bábjátékot, vagy éppen meghallgassanak egy kifejezetten gyermekeknek szóló koncertet, vagy éppen kézműves foglalkozásokon közösen alkossanak valamit. És hát minden mellé még biztosítottunk számukra egy nagyon kedvezményes belépési lehetőséget is, ugye a 14 év alattiaknak egyébként is ingyenesen be lehet jönni a rendezvényre kísérővel, de egy külön családi egy kategóriát hoztunk létre. És hogyha már itt tartunk, vannak olyan emberek, akiknek nem csak gyermekei vannak, hanem kis házi állatai is, és nagyon sok esetben azért nem tudnak eljönni fesztiválra, mert nem tudják kirehagyni, és az idei évben egyébként a tetovált állatmentőkkel együtt egy külön kis kutyanapközit is létrehoztunk a fesztivál bejáratánál, úgyhogy aki nem tudja senkire bízni a kedvencét, az jöjjön el bátran, és itt tudnak vele foglalkozni, és ő addig meg tud nézni egy-egy koncertet. Ezt miért tartottátok egyébként fontosnak? Tehát, hogy a gyerkőcök is megtalálják számukra megfelelő elfoglaltságot, amíg a szülők esetleg buliznak, és az állatok is. Ezt miért tartottátok fontosnak? De azt gondolom, hogy nem szabad, hogy megálljon ott az élete egy anyának, vagy egy apának, vagy a szülőknek, hogyha születik egy gyermek, vagy kettő, vagy három a családban, és éppen egyébként nem olyan a családi háttér, hogy nagyszülőre tudják bízni a gyermekeket, hogy ne tudjanak ellátogatni a fesztiválokra. Azért akik most általában gyermeket vállalnak, már abban a korban nőttek fel, amikor alapnak számított fesztiválokra járni, és mi nekik szeretnénk kedveskedni, hogy igenis, családostól is lehet jönni, megváltozott a fesztiválpiac is így ez alatt a 10-15 év alatt, biztonságosak a fesztiválok, és egy rendkívül jó családi programot, kikapcsolódást biztosíthatnak, és jó közösségi élményt is. Tavalyhoz képest változott-e a fesztivál mérete és a színpadok száma? Igen, változott a fesztivál mérete,
az nagyságrendileg egy olyan 20%-kal növekedett. Növeltük a kemping területét a Sokorói irányba, valamint egy új kemping területet nyitottunk meg a velencei részen, amelyek egyébként azáltal, hogy integráltuk a területet, még közelebb kerültek az éjszakai aktivitásokhoz, ezáltal sokkal kevesebbet kell sétálni annak, aki itt kempingezik a területen. A színpadok számában gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy egy ilyen 5-6 helyszínnel több lett az idei évben. Ezek kisebb helyszínek, a házigazdának van egy új helyszíne, az ELTE műveltető, illetve a sportprogramoknak új helyszínei jöttek létre. Ugye lehet vízilabdázni, wakeboardozni, illetve stand-up pedelezni is már az idei évben, valamint a zenei programok helyszínei közül is újakat sikerült létrehívni, és van itt egy kis meseerdőnk is, ami egy újdonság szintén, amely egy kellemes kis chill-out zone lesz, és egyébként egy új bejárata a nagy színpadnak, a küzdőterének. Számítotok-e látogatói rekordra? Az elővételes adatok biztatóak, természetesen nagyon sok függ az időjárástól. Egyelőre úgy néz ki, hogy jó időnk lesz, igazi jó kis fesztivál időnk lesz, sőt még strandidőnek is mondható lesz a hétvége. Bízom benne, hogy a 112.000-es tavalyi létszámot ezt meg tudjuk majd haladni, és erre egyébként az elővételes jegyadási adatok abszolút mértékig pozitívan csatolnak vissza. Ez ugye hosszú évekig egy vándorfesztivál volt tulajdonképpen, és most már elmondhatjuk azt, hogy évek óta itt vagytok Velencén. Mi ennek az oka, és ez marad-e így? Egyrészt az az oka, hogy a fesztiválozói visszajelzések alapján az infrastruktúrába kellett mindig fejlődnünk, ezt mondták a fesztiválozóink legtöbbször. Most az a helyzet, hogy ezt csak úgy tudjuk megtenni, hogy infrastruktúrát fejlesztünk, hogyha nagyjából azért azonos területen vagyunk évről évre. És hát az is nagyon fontos, hogy van itt egy 2 kilométeres strandszakasz, hatalmas, szép, hüves terület, rendkívül jó turisztikai adottságok, mert hogy a Bencehegyre is szervezünk lovaskocsis bortúrát, Pákozdi emlékhely, vagy egyébként az ingókövekhez különféle kirándulásokat lehet bringázni, sportturizmusra is kiválóan alkalmas a terület, úgyhogy azt gondolom, hogy ezek mind együttesen járultak ahhoz hozzá, hogy most már sokadik éve vagyunk itt Velencén. A fesztivál már negyedik éve Velencén várja a fiatalokat. A település polgármestere örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az EFOT jelentős számú vendéget csalogat a településre, hiszen a város nem titkolt célja, hogy turisztikailag vonzó legyen. Arra törekszünk, hogy kiemelt turisztikai desztinációvá váljunk. Én azt hiszem, hogy a számok makacs dolgok, és számoknak köszönhetően előbb-utóbb felfigyelnek ránk, felfigyelnek arra, hogy a Velencén olyan események történnek, és azok az események olyan minőségűek, ami méltány vonja ide a figyelmet, és évről évre egyre növekszik az EFOT-ra látogatók száma. Ez is talán azt bizonyítja, hogy jó döntés volt, és el is kezdtünk egyébként a jövőről is közösen gondolkodni. Remélem, hamarosan bejelenthetünk olyasmit, ami hosszú távú együttműködésre utal. Ezen kívül mit kap még Velence az EFOT által? Hát ugye többlet bevételünk keletkezik azáltal, hogy ugye az itt töltött vendégészekák után idegenforgalmi adót fizetnek be. Ehhez az állam hozzátesz egy másik részt. Ez most jelenleg azt jelenti, hogy pont ugyanannyit. Ugye korábban ennél egy kicsit több volt, de a pont ugyanannyi sem egy kevés összeg, illetve szabad szemmel is igen jól látható összegről beszélünk éves szinten. Illetve én azt gondolom, hogy a jövő nemzedéke jár ide. A jövő mérnökei, politikusai, sportolói, orvosai, jogászai, és hogyha olyan emléket visznek a fiatal felnőtt korukból a jövőbe, ami pozitív volt, akkor könnyen visszatalálnak hozzánk, és esetleg amikor olyan helyzetben lesznek, hogy mellettünk vagy ellenünk kell fellépni, akkor nyilván azt fogják választani, hogy mellettünk teszik le a voksukat. A vendégészakákat viszont megdobja. Mennyivel, számokat tudunk-e mondani? Igen. Nagyságrendileg 100.000 vendégészakával járulnak hozzá az éves forgalomhoz. Ugye ez közel 200.000 éves szinten,
egész pontosan 181 000 pár száz vendégészaka. Ez nagyon komoly bevétel nekünk, és nagyon megkönnyíti azt a fajta munkát, amellyel arra törekszünk, hogy mindig, mindenkor minőségi rendezvényt hozzunk létre. Csak úgy, mint legutóbb a velencei vágta, ami a Nemzeti Vágtának az egyik előfutama volt. Bodis József az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatásért felelős államtitkára az EFOTTON résztvevő felsőoktatási hallgatókat köszöntve elmondta, kreativitásukkal, tudásukkal és hivatástudatukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy az ország, a társadalom tudjon fejlődni. A hallgató nélkül nincsen felsőoktatás, nincsenek egyetemek, ezért borzasztóan fontos, hogy olyan hallgatói rendezvények legyenek, amelyek közösségformálóak, amelyekben kapcsolatok szövődnek, amelyek hosszú távon tudnak működni, és hát egy komoly vizsga időszak utáni érában vagyunk, amikor kell egy kis lazítás. Azt hiszem, hogy ez a helyszín kitűnő erre. Az a szervező csapat, amely már az elmúlt években is nagyon sokat bizonyított, tudja garantálni a minőséget. A résztvevőknek meg a hangulatot kell, nincs mese. Tehát azt gondolom, a hallgatói lét egyik alapeleme az, hogy érezze jó magát. Amikor meg kell a komoly munka, meg a tanulás, akkor arra is tudjon koncentrálni. A kettő együtt tud csak meglenni. Hát akkor kijelenthetjük azt, hogy annak idején, amiért létrejött az EFOT, az tulajdonképpen meg is valósul. Abszolút módon meg tudom erősíteni. Én 8 éve vagyok szemtanúja az EFOToknak. 2010-ben kezdtem, és gyakorlatilag mindegyiken valamilyen módon megjelentem. A visszajelzések a hallgatóktól nagyon jók. Én azt gondolom, hogy ez is jó lesz. Az EFOT egészen vasárnapig várja a fesztiválozókat. A külföldi fellépők mellett a magyar előadók is képviseltetik magukat. Fellép többek között a Tankcsapda, a Well Hello, Szabó Balázs bandája, a Brains, a Kowalski meg a Vega, a Honey Beast, az Airi Mafia és a Belga. Ez a társaság már kedd óta az EFOTon bulizik. Mint mondják, volt már kellemetlen élményük fesztiválon. Tavaly a mellettük kempingező csapat pénzét és telefonjait tulajdonította el valaki. Így idén ők már óvatosabbak. A telefon mindig zsebbe van, és a pénztárca meg nálunk. És akkor az EFOTról elmondható, hogy ez egy ilyen biztonságos fesztivál már ilyen szempontból, hogy nem tűnik el itt nagyon semmi? Úgy gondolom, hogy nem, bár tavaly volt egy kisebb probléma, nem velünk, hanem a szomszédba, a Drótszamár kempünkbe több sátrat fölvágtak, hála Istennek a miénket nem, úgyhogy szerintem igazából ezt nem fogod tudni elkerülni egy fesztiválon, hogyha eljössz és jól érzed magad, mert biztos vannak olyan emberek, akik nem azért jönnek, hogy csak fesztiválozzanak, hanem mondjuk mások értékeiben kárt tegyenek, vagy eltulajdonítsák. Hogy minél kevesebb bűncselekmény történjen a rendezvényen, a rendőrség is nagy erőkkel képviselteti magát a fesztivál környékén. A rendőrség az EFOT legnagyobb rendezvényünket a mínusz első naptól biztosítja. Kihelyezett vezetési pontot telepítettünk a rendezvény területére, hogy az esetlegesen felmerülő, beavatkozást igénylő helyzetekre azonnal tudjunk reagálni. A fesztivál környékén a forgalmat is felügyelik a rendőrök, közben pedig ügyelnek a tóban fürdőzők biztonságára is. Készpénz, telefon és laptop, ezekre utaznak elsősorban a tolvajok. Hogy minél kevesebb lopás történjen a rendezvény területén, a járőrszolgálat mellett a bűnmegelőzésre is nagy hangsúlyt fektetnek az egyenruhások. Különböző szóróanyagok segítségével hívják fel a fiatalok figyelmét arra, értékeik megóvása érdekében ők mit tehetnek. Ez pedig már a Velence Korzó strandja, itt is bűnmegelőzési szóróanyagot oszt a Gárdonyi Kapitányság önkéntesek segítségével az idegenforgalmi idény alatt. Mi minden nyáron, az idei nyáron is felkészültünk arra, hogy az idegenforgalom idénye alatt a lakosságot, illetve a pihenőket megszólítsuk és felhívjuk a figyelmüket arra, hogy hogyan tudják biztonságosabbá tenni az itt tartózkodásukat. A strandlopások, a táskalopásokra, illetve a gépjárművekben tartott tárgyaknak az eltulajdonításának a megelőzésére hívjuk fel a figyelmet.
Ebben önkéntes polgárőrök, illetve egyetemista önkéntesek, valamint pályorientációs diákok vesznek részt. Lehetőség szerint szinte minden nap ki fogunk jönni Velence, Gárdony, Aggád frekventált területeire. A gépjármű tulajdonosoknak arra hívjuk fel a figyelmüket, hogy a gépjármű utasterében ne hagyjanak értéket, a strandoknál a strandlopások megelőzésére pedig ott, hogy az értékeket ne hagyják elől, ne hagyják szem előtt, mindig valaki őrizze ezeket, vagy használják a biztonságosabb értékmegőrzőket. Illetve felhívjuk arra is a figyelmet, hogy gépjárművet, gyermeket rövid időre, illetve kisállatokat rövid időre se hagyják, hiszen nagyon gyorsan felforrósodik a gépjárműben a hőmérséklet. Abban az esetben viszont, hogyha a bűncselekmény áldozatává válnak, vagy gyanús viselkedést észlelnek, akkor pedig hívják a 112-es hívószámon a rendőrséget. Mik a leggyakoribb esetek, amiket mondjuk eltulajdonítanak, amit szem előtt marad a strandon, akár a kocsiban? Legegyszerűbb ugye nyilván a készpénz, hiszen az nem beazonosítható. Bankkártyák, mobiltelefonok, különböző szórakoztató technikák, illetve nagyon oda kell figyelni a gépjárművek indítókulcsára, hiszen hogyha az elkövető arra specializálódik, hogy kifigyeli, hogy milyen értékesebb gépjárművet szeretne eltulajdonítani, akkor esetlegesen az indítókulcsokat elveszik, és nagyon gyorsan ugye nyilván ezzel a kulcsal gyorsabban és eredményesebben fogják eltulajdonítani a gépjárműveket. Ezek a sztenderek igazándiból, de nyilvánvaló, hogy bárkinek a kisebb érték is nagyon nagy érték, hogyha elveszik mondjuk az okmányok, hiszen azoknak a beszerzése is nagyon időigényes. Tudom, hogy ilyenekről tudunk-e beszélni, hogy az utóbbi években ezeknek az eseteknek a száma az jellemzően nőtt, vagy stagnált, csökkent? Megpróbálunk, ahogy említettem is, odafigyelni és felhívni a lakosság figyelmét erre, és én úgy gondolom, hogy az elmúlt időszakban a lakosság is, illetve a pihenni vágyók is sokkal érzékenyebbek ezekre a kérdésekre, jobban megfogadják ezeket a tanácsokat, és én azt tapasztalom, hogy ezeknek a bűncselekményeknek a száma csökken, illetve nem emelkedik, inkább ezt mondanám, mert ami annak köszönhető, hogy a bűnmegelőzés részéről is aktívabbak az állampolgárok, körültekintőbbek, és megfogadják a tanácsokat. Az utóbbi években a strandlopások száma a tó környékén, köszönhetően a bűnmegelőzési kampánynak is, kismértékben ugyan, de csökkent. A bűnmegelőzési osztályvezető szerint ez azzal is magyarázható, hogy a strandolók egyre körültekintőbbek és odafigyelnek a társaik holmiára is.